Sziasztok, Áram vagyok, a Mobilix TV-t nézitek, és most a Galaxy S Wi-Fi 4.2-re már megszokott kis Quadrant tesztünket fogjuk elvégezni. Itt láthatjátok a készülék információit. Ugye egy 1 GHz-es egymagos processzor fut benne, fél giga memória van benne, illetve egy PowerVR SGX530-as grafikus gyorsítót kapunk. Ő felel tehát elsősorban a 3D-s teljesítményért, és már el is indítom a tesztet. Ahogy lefut, ugye ahogy eddigiekben is, most is elsősorban, vagy először a processzort fogjuk megvizsgálni, utána a memória jön, a kibemeneti eszközök, majd 2D és 3D-s grafikus tesztek következnek. Ugye a Galaxy S Wi-Fi 4.2-ben nem a legújabb processzor van, hiszen ez még az első generációs Galaxy S-ben is megtalálható Hummingbird processzor. Ugye az egymagos, 1 GHz-es, azonban végül is egy ilyen média lejátszó, hordozható, multimédia lejátszó ellátására bőven elég lehet. Főleg, hogy még csak Android 2.3 fut ezen. Most lett vége a 8 processzor tesznek, és gyors memória és külső belső íróeszközöknek a tesztje után a 2D, illetve már most a 3D-s teszt fut. Véget is ért a teszt. Egy rövid kis kommunikáció után szerverrel már láthatjuk is az eredményeket. Itt ugye bőven 4000 pont felett van a HTC Onyx, illetve az Asus Transformer Prime, mind a kettő 4 magos Tegra 3 processzorral, és egy kicsit alul kullog igazából a Galaxy S Wi-Fi 4.2, megelőzze Desire HD-t, illetve alul múlja az LG Optimus 2X-et. Igazából a felsorolásban a legerősebb egymagos processzorral rendelkező készül, 1892 pontot kapott, amely összetevődik 1449 processzorpontból, memória 1718-at kapott, jó egységeknél 1365-öt, a 2D mindösszesen 533, illetve a 3D 1396 pontot kapott. Ez volt tehát végül is a Samsung Galaxy S Wi-Fi 4.2-nek a Quadrant tesztje. Ádám voltam, a Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!